Kedves Agroinform nézők, szeretettel üdvözlünk benneteket. A 29. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon vagyunk Hódmezővásárhelyen, és egy szakmai beszélgetés kezdődik ezekben a pillanatokban, méghozzá a Holstein genetika szakembereivel, és azonnal megszólítom beszélgető partnereinket. Légy szíves, mutatkozz be nekünk, mondjál néhány szót magatokról, illetve beszélgető partnerünkről, a főbeszállító partneretekről, hogy mit is kell tudni az ő vállalkozásáról, és hányadik alkalommal van itt nálunk Magyarországon. Az egyik főbeszállító partnerünk, akkor először hadd mutassam be vendégünket, David Misonnak hívják. Ő Kanadából érkezett, de gyakorlatilag amerikai céget képvisel számunkra, a Techmix-nek a nemzetközi kereskedelmi igazgatói pozícióját tölti be, és hát most már sok éve látogat el hozzánk részbe a vállalat meglátogatása céljából és a napi munka segítését célzandó, másrészt pedig a különböző alkalmak, rendezvények kapcsán, mint például a Hódmezővásárhelyi kiállítás. Úgyhogy most is az itteni alkalommal, hát én úgy gondolom legalább ötször jelen volt már ezen a kiállításon. Egy nagyon rövid bemutatkozást szeretnénk tőled is kérni. Milyen feladatokat látsz el a Holstein genetikánál? Süpek Zoltánnak hívnak, tenyésztési és kereskedelmi igazgató a titulusom a Holstein genetikánál, 27 éve dolgozom a Kft. Stábjában. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Akkor kezdjük az interjút, és akkor szerintem az első kérdés az, hogy hogyan érzi magát Magyarországon, mi a véleménye erről a kiállításról, illetve mi az, amiben most támogatja a gazdálkodókat itt a ti oldalatokon? How do you feel yourself this year at the expo? And what's the specific purpose of your visit this year? How do you like the show? And tell us about the cooperation between Holstein Genetica and the Techmix company in support of the Hungarian deer production. Perfect. Thank you very much. First of all, thanks for being here. Thanks for the participation. It's been 3 years since we've been at this show, since I've been at this show because of COVID. And it's very good to be back. I see a lot of same faces. At the same time, I see a lot of new things that have happened here. We've been working together with Holstein Genetica for probably 20 years now in the Hungarian market. We're committed to this market and excited to see the progress that we are making. Hát az együttműködés a két cég között az már közel 20 évre nyúlik vissza. És ez alatt gyakori volt a személyes találkozás is. Gyakorlatilag az idei év egy olyan időszakot követ, amikor a COVID következtében azért nehezebb volt az élő együttműködés, de ennek ellenére a mostani látogatás kapcsán is örömmel fedezi fel azokat az arcokat, akiket a korábbi évekből már megismert itt Magyarországon. És hát nagyon jónak tartja azt az együttműködést, ami az évek alatt kialakult a cégeink között. Igen, és mi az a technológia, amivel támogatja itt a gazdálkodókat a ti oldalatokon? What is the kind of main support for that you can offer for the Hungarian dairy farmers? Well, Techmix is a hydration solutions company, hydration and stress. So we focus on that stress event. And one of the things that is coming here is heat. There's heat stress. In addition to climate change, we have solutions for that. And it's the blue light technology that we are bringing to this marketplace, together with the American nutrition technology that we are working very closely with Holstein Genetica. And when we combine that for the dairy producer of Hungary, we improve reproduction, we improve milk production, and especially in this market, we improve profitability. Megpróbálom a lényegét megfogni. Gyakorlatilag a cég kutatásfejlesztési, termékfejlesztési programjának egy nagyon lényeges pontja a hidratáció. Az állatok hidratáltsági állapotának a minél magasabb szinten és folyamatos magas szinten tartása, és a különböző stressz, állatokat érő stressz események hatásainak a kivédése.
megelőzése és hát minél alacsonyabb szinten tartása, és ennek megfelelően a cég termékportfóliójában olyan lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek különös nehéz helyzetekben célzott kezeléseket tesznek lehetővé, illetőleg folyamatos, akár állományszintű vagy nagyobb csoportszintű kezeléseket is ezeknek az előbbieknek a segítése érdekében. A hőstressz, illetve ezeknek a kihívásoknak a csoportja Magyarországon hogyan oszlik meg? Mi a jellemző, amit ő érzékel? Magyarországon mik azok a fő problémák, kihívások, amire segítségre szorulnak a gazdálkodók, illetve a telepek? Hogyha esetleg úgy látod, hogy ez egy aktuális kérdés, akkor én erre vagyok kíváncsi. How do you see the main challenges on the dairy farms in Hungary? In terms of hydration and stress situations, what can be the specific point of interest? The challenges we see are no different than every other markets, whether it's the U.S. market or Czech or Germany. The challenge of hydration and heat stress is everywhere. I think the benefits or the opportunities here is they're large farms, they're very advanced technology, and it really fits with how we think as a hydration as a technology provider. A kihívások, a nehézségek azok a világ legtöbb részén hasonlóak. Amik itt Magyarországon kétségtelenül komoly előnyt jelentenek, hogy nagyobb állományokkal rendelkezünk, és így ezek a technológiák valahogy jobban kialakíthatók és könnyebben építhetők vagy működtethetők. És itt még az előbb említette azt, ha különös hangsúly és a hőstressz kapcsán is külön is kijön, hogy a fertilitási kérdések, a szaporodás biológiai teljesítménynek a magas szinten való tartása, vagy afelé próbálkozunk ugye közelíteni, ez egy különös hangsúlyt kap a gondolkodásunkban. Meddig tartózkodik még itt a ti standotokon, és lehet-e a gazdálkodóknak hozzátok fordulni, hogy akkor tolmácsolással esetleg kérdéseket feltenni, érdeklődni a termékek iránt? Van-e ilyen lehetőség nálatok? How long are you going to be with us at the booth today, at this show? And is there an opportunity for the Hungarian dairy farmers to come to up to you in person and put questions about their specific problems, challenges? Well, I'm here since yesterday, and I will be here until tomorrow. And of course, we welcome, absolutely welcome the opportunity to speak to Hungarian dairy farmers. Of many, we have customers already. The other thing that we have the opportunity through the support of Holstein Genetica is to bring farmers over to the United States or other regions of the world to view what we are bringing, the technology that we support this in this market. Hát tegnap érkeztünk, holnap indulunk tovább, és természetesen nagy örömmel fogadjuk a magyar tenyésztők személyes megkeresését, akár itt a kiállítás alatt, akár bármikor, akár a Holstein Genetikán keresztül is ez folyamatos kontaktust jelent. Hát nagyon szépen köszönjük, érdekes volt a beszélgetés, és azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes élni a lehetőséggel, és tényleg ellátogatni a Holstein Genetikának a standjához, sőt. Még van arra is lehetőség, ami a beszédnek a végén hangzott el, hogy amerikai programokon részt venni. Igen, nem akartam én így szóba hozni, de igen, határozottan volt egy ilyen invitáció, hogy bizony a tanulmányutak és ezek a tudásmegosztás, ez nagyon-nagyon fontos, úgyhogy bárkinek ilyen irányú érdeklődése van, akkor bizony jöjjön, és fogunk segíteni közösen, és biztos vagyok benne, hogy a legjobb technológiákat azért személyes megtekintés is nagy segítség, hogy azt elsajátítsuk. Igyekszünk ebben mindent megtenni. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, és várunk titeket még szombat estig. Sziasztok!